Európai Uniós jó gyakorlatokról fogok beszélni, és amit itt a képen látok, az erről a példáról pont nem fogok, de talán majd a kerekasztalon, ez itt Anglia. Angliában is vannak dekriminalizációs törekvések, és hogy ez szerintem elég jó fémjelzi ez a kis tábla, amit felmutat az emberke, hogy a rendőrök idejét azt talán nem a kanabisz használókra kellene elpazarolni. És először is a portugál két példáról fogok beszélni, a portugál és a cseh dekriminalizációról. Szerintem ez a két legismertebb, és a két olyan példa, ami már ilyen több mint 10, a portugál az több mint 20 éve működik, úgyhogy elég jó eredmények is vannak, amiket már fel lehet mutatni. És mielőtt belevágnék, hát itt az úriember, aki ezt az egész portugál dekriminalizációs stratégiát kidolgozta és működteti, és tőle egy kis idézetet választottam ki, ami, tehát ő azt mondja, hogy ez önmagában a dekriminalizáció ez nem egy csodaszer, és hogyha nem teszünk semmi mást ezen kívül, akkor a dolgok rosszabbra is fordulhatnak, és nagyon fontos a kezelésnek az ingyenes tétele, és mindenkinek elérhetővé tétele, akinek szüksége van rá. Itt nyilván a portugál kontextusra kell gondolni, amiről mindjárt bővebben beszélek, de szerintem ez egy ilyen jó kis gondolatébresztő kérdés, hogy azt átgondolni, hogy ez tényleg így van-e, hogyha mondjuk jövő ilyenkor valami folytán Magyarországon bevezetnék a dekriminalizációt, amitől annyira talán nem kell tartanunk, de nem lenne körülötte egy ilyen nagyobb egészségügyi program, meg fejlesztés, akkor igazából mit várnánk tőle, hogy ez valóban rosszabbra fordítaná Magyarországon is a dolgokat, vagy nem? Szerintem majd a kerekasztalon erről például lehetne beszélni, de hogy mik is itt az előzmények Portugáliában. A 90-es években alakult ki egy ilyen masszív utcai heroin használat, egy időben azzal, hogy a HIV járvány is akkor nagyon terjedt, és mivel intravénás használat volt az elsődleges a heroin használat ekkor Portugáliában, meg egyébként egész Európában nagyjából, itt ez szépen összetalálkozott annyira, hogy egyes becslések szerint még ilyen 1% körüli érintettség volt a teljes portugál lakosságon belül a heroinban. Ugye ez Magyarországhoz hasonló lakosság, tehát körülbelül 100 000 emberről beszélünk. És ez együtt járt azzal a megosztott tűk miatt, hogy volt olyan év ezredforduló környéken, hogy 1000 fölött volt a HIV, új HIV fertőzéseknek az aránya, és ennek nagyjából a fele, vagy kicsit több, mint a fele a szerhasználat miatt történt meg. És hát egyenesen Európa heroin fővárosának is nevezték ekkoriban Lisszabont. És igen, a halálozási arány pedig ilyen 300 fő fölött volt ebben a kritikus ezredfordulós időszakban. Itt is, hogyha mondjuk összemérjük Magyarországgal, hasonló lakosság miatt ezt megtehetjük, akkor ez nagyjából 10-szeres. Tehát Magyarországon inkább ilyen 30-40-50 körül szokott lenni, itt meg volt 370, azt hiszem, a legkritikusabb időszakban, és az úriember, akit az előző oldalon mutattam, ő úgy nyilatkozott, hogy igazából nem volt már vesztenivaló akkor, amikor ők amellett döntöttek, hogy egy teljesen új modellel próbálkoznak, és ennek a dekriminalizációnak az volt a lényege, hogy akiket addig üldöztek fogyasztókat, ők elkezdték partnerként kezelni, és igazából azt próbálták szem előtt tartani, hogy őket hogyan lehet megmenteni, hogyan lehet kezelésbe küldeni, és ki az, akire valóban koncentrálni kell ahhoz, hogy ezt a magas szintű heroin elterjedtséget vissza lehessen valahogy fogni. És így sikerült eljutni a dekriminalizációhoz 2001-ben. Ezek egész jól látszanak. Jó. Itt az első ábra, az ilyen, szerintem kifejezetten így riasztó, ez a halálozásnak az alakulása hát 89-től 99-ig, ami ez három nagyvárosban, Lisszabon, Porto és Coimbra adatai, de hát a legtöbb nyílt drogszín az ezekben a városokban is volt, és ebből szerintem elég jól érzékelhető, hogy miért kezdték el a vészharangot kongatni a 90-es évek végén.
Hát ez szerintem teljesen rossz, hogy egymás alatt van ez a kettő, de sajnos így sikerült megoldanom. Ez, szóval alul már azt látjuk a javulás éveit. És még bele is lógok, bocsánat. És akkor felolvasnám az országokat egyesével. Nem, kezdjük ezzel az alsó diagrammal. Ez a új HIV-fertőzések, amik a szerhasználathoz köthetőek. Ez a ezredforduló körül volt 600, és 2019-re pedig 13 új fertőzésre esett vissza. Ez azért talán a leglátványosabb, legegyértelműbb eredménye. Itt megerősödés volt ebben az időszakban, igen. És ez a harmadik ábra, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen almát a körtével szociológusoknak, de mert itt most nem azt mutatja az ábra, hogy hány tényleges halálozás van, ami kábítószerhez köthető, hanem milliós népességre vetített adatokról van szó. Ez egy 2019-es adat, és igazából ahonnan szedtem, ott arról volt szó, hogy Skóciában hogy és miért ugrott meg a kábítószer okozta halálozásoknak a száma. Viszont, hogyha megnézzük ennek az alját a táblázatnak, akkor ott találjuk Portugáliát Románia előtt, és egyébként ott van Magyarország fölött Csehország is, ahol szintén dekriminalizáció volt, ami szerintem jól jellemzi, hogyha a halálozások mondjuk emelkedésétől tartanánk, akkor ez nem a dekriminalizáció miatt fog bekövetkezni. Hát ez a bibliofileknek összeállítottam, akik ezt itt olvasgatnák most, de hogy röviden beszéljünk ezekről, igen, erről volt szó, túladagolásos halálesetek, meg HIV-fertőzések csökkenése. Nagyobb, hogy főbb eredménye annak, hogy az a dekriminalizáció ez nem csupán egy ilyen rendészeti jogi eszköz volt, hanem egy egészségügyi program is volt körülötte. Ennek köszönhető az is, hogy a kezelésekhez nagyobb hozzáférés nyílt. Azóta, hogy bevezették a dekriminalizációt, hogyha valakit tetten érnek csekély mennyiségű kábítószerrel, akkor egy ilyen háromfős bizottság az, aki dönt arról, hogy az érintett bevonásával, hogy milyen kezelés lenne neki szükséges, ha egyáltalán szükséges. Ebben van egy orvos, egy jogász és egy szociális munkás, és őket így lehet beirányítani a problémás szerhasználókat a kezelésbe. Volt egy fontos, vagy sokat hangoztatott félelem a dekriminalizáció előtt, ezt legalizációnál is gyakran elmondják, hogy ez igazából egy rossz üzenet, főleg a fiataloknak, és hogy hirtelen szabad lesz a fogyasztás, és akkor nyilván meg fog nőni a fogyasztásnak az aránya. Ez nem igazolódott be, majd később láthatjátok, hogy Csehországban sem, de hogy Portugáliában meg kifejezetten európai szinten is alacsony az új kipróbálóknak az aránya ebben a 15-34, tehát a kamasz és fiatal, kevésbé fiatal felnőttek körében. Jelentősen csökkent a társadalmi költsége a kábítószer használatnak, a rendészeti forrásokat azt át tudták irányítani a súlyosabb bűncselekményre, tehát elsősorban a kereskedőkre, és ami még nagyon fontos, meg jellemző volt Portugáliára, hogy a börtön populációnak így a 40%-a volt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt a börtönben, és ez sikerült lenyomni 15%-ra. Ez most felment 19-re, egy évvel ezelőtt, de ez még mindig az uniós átlag, tehát hogy sikerült ezt szépen leépíteni, hogy a fogyasztók börtönökben legyenek. Igen, ennyit Portugáliáról. Csehországban egy elég más helyzet volt a dekriminalizációnak a kiinduló pontja. Igazából már amikor a kommunizmus véget ért, és még Csehszlovákiáról beszéltünk, már akkor is egy ilyen dekriminalizációszerű politika volt. Tehát ugye a kommunizmus után a csehek abban gondolkodtak, hogy pont, hogy az igazságszolgáltatásnak a túlhatalmát kellene korlátozni, és a személyis szabadságot növelni.
Úgyhogy nem igazán merült fel az, hogy, hogy akkor a fogyasztókat kellene börtönnel fenyegetni. Viszont amikor megváltozott a délszláv háború miatt a heroinnak az útvonal, és Csehországot is érintette, akkor ott is megjelent egy nyílt színi heroin használat. Tehát ennyiben hasonlít azért a portugál példához, hogy erre próbáltak valahogyan reagálni. És ekkor Csehországban az lett a döntés, hogy oké, akkor legalább a nagyobb mennyiséget birtoklók, de a kereskedelmet nem, tehát azok, akikre nem lehet kereskedelmet rábizonyítani, de nagyobb mennyiséget tartanak, őket büntessék szigorúbban, akár börtönbüntetéssel. És erről szerintem a következő, igen. Ez volt 98-ban, és elég hamar már 3 évvel később megtörtént ennek az intézkedésnek a felülvizsgálata, ami nem tudom, azért szerintem kérdéses, hogy mennyire hagyták kifutni ennek az eredményeit, de azért látványos eredmények voltak. Azt várták tőle, hogy visszafogja majd a kábítószer használatnak a növekedését, az elérhetőségét, az új kipróbálások arányát, és ezek egyáltalán nem váltak be, viszont növelte a társadalmi költségeket. És a praktikusabb megközelítésű csehek ebből nem arra jutottak, hogy akkor lehet, hogy erősebben kéne szigorítani, hanem akkor inkább a dekriminalizációnak a jobb átgondolását vetették fel, és erre alakítottak egy bizottságot, és így kellett hozzá idő. 2009 az, amikor hatályba állt a cseh dekriminalizáció, és itt megpróbálom, nem tudom, mennyire látható módon összehasonlítani két oldalt, a cseh és a portugál dekriminalizáció minta, és hogy mi az, ami közös. Hát az a legfontosabb közös talán, hogy volt mögötte politikai akarat, ami Magyarországon nem mondható el, meg sose volt igazán. Ez a heroin használat, amiről beszéltem, hogy erre reagáltak, és kezelésbe irányítják, és lakhatása, munkavállalása, tehát egy ilyen teljes reintegrációval foglalkoznak. Ami eltérő Csehországban, hogy ott nem a HIV járványra reagáltak, és ott igazából alacsonyak voltak a HIV fertőzési arányok, mondjuk európai szinten is, és inkább az MSM, tehát a meleg férfiakhoz volt köthető sem, mint a szerhasználathoz. És ami a szabályozásban egy fontos elem, és ez a Portugálban nem jelenik meg, hogy a kannabiszt elkülönítik a többi kábítószertől. Ennek van egy olyan praktikus oka is, hogy Csehország a legmagasabb, egyik legmagasabb kannabisz fogyasztó Európában, és hogy ezzel valamit kellett kezdeni, és a kannabisz esetében nem csak a tartás és fogyasztás, de még a kereskedelem is enyhébben megítélendő a többi kábítószerhez képest. És ez is szerintem egy ilyen megfontolandó dolog, és érdemes az eredményeit megnézni, hogyha ebben így gondolkodik valaki. Ami még egy cseh sajátosság, az a metamfetamin probléma. Erre is kellett nyilván reagálni a dekriminalizációnak. Hogyha megnézzük, jó lett volna mondjuk egy ábra is erről, de anélkül higgyétek el nekem, hogy Európában a legtöbb metamfetamin gyár, azt hiszem ilyen 70-80% az Csehországban van, és ennek a nagy része, amit ott gyártanak, az országon belül fogy el. És igen, nem írtam számokat, de lehet, hogy igen, újabb láthatatlan diák. Szóval, hogy ilyen 35 ezer talán annak a metamfetamin fogyasztóknak a száma regisztráltan Csehországban. És mivel ez egy kifejezetten kockázatos szer, ez együtt járhatna egy magas halálozási arányjal is, de mint a kettővel vagy valamennyivel ezelőtti ábrán látszott, nem magas a Csehországban a kábítószer miatti halálozásnak az aránya, és ez azért nagyrészt annak is tudható be, hogy sikerül őket kezelésbe irányítani, míg Magyarországon kezelésbe kerülőknek a 3/4 az kannabisz miatt van, és nem önkéntesen, hanem mert elkapták vele, és elterülésbe megy. Addig Csehországban azt hiszem a fele az, aki metamfetamin miatt van kezelésben, és onnan a többi az kannabisz és heroin miatt. Tehát, hogy kifejezetten fel vannak erre készülve a kezelőhelyek. Igen.
itt így próbáltam felvillantani, hogy mi történik még Európában és globálisan dekriminalizáció szinten. 3 percet fogok erre áldozni maximum. Georgiában 18-ban dekriminalizálták ott csak a kanabiszt, és most erről vannak friss eredmények, amik azt mutatják, hogy nem növekedett a fiatal felnőtteknek, vagy minimálisan 1%-on belüli növekedés mértek. Tehát, hogy ott sem igazolódott ez vissza, ez a félelem, hogy ez megemelni a használatot a fiatalok körében. Svéd tilalomnak is most született meg egy elemzése, ami, ezt azért felolvasom nagyjából, mert ez ugye elég beszédes, ez egy rövid tanulmánynak a konklúziója, és ez majdnem egy az egybe vettem át, és ez azt mondja, hogy a tilalom bevezetése után nem csökkent a kínálat, sem a fogyasztásnak az aránya, sem a problémás szerhasználat aránya, sem az egészségügyi ellátás iránti igény, sem a halálesetek száma, és a legtöbb mutató az inkább még romlott is, és más skandináv országokkal összehasonlítva semmivel nem sikerült jobb helyzetet előidézni azzal, hogy még akár börtönbüntetéssel is büntethetik a kábítószer használatot. Globális dekriminalizációról szerencsére a Petya beszélt eleget. A kanabisz legalizációs törekvések, azt meg nem tudom, lehet, hogy ez kerekasztalra elég, látjuk, hogy Máltában is Németországban van erre példa, hogy ez a kanabisz klubrendszer kezd kialakulni, és van sok ország, Svájc, Luxemburg, Hollandia, akik meg ilyen kis pilot programokat indítanak, pár helyen már el is indult, hogy ilyen pár száz embereket vonnak be általában, és számukra legálisra teszik a kanabisz elérhetőségét, és ezt nézik, hogy ennek milyen eredményei vannak. Egy percben akkor, ha azt hiszem ennyi van, hogy Magyarországon merre lehetne tovább menni. Az elején ugye feltettem ezt a kérdést, hogyha önmagában lenne csak egy dekriminalizáció, akkor mi történne? Hogyha viszont egy teljesebb képet szeretnénk ezzel elérni, akkor az egészen biztos, hogy ehhez az ellátórendszert meg kell erősíteni. Igazából bármilyen modellt is kövessünk, a magyar ellátórendszer az szerintem nincs nagyon olyan szemszög, ahol azt mondhatnánk, hogy ne szorulna nagy megerősítésre. Itt külön, az ártalomcsökkentést külön kiemeltem, de hát ezt nyilván bele lehet vonni az ellátórendszerbe, de hogy az ártalomcsökkentés, mint látszott a portugál és a cseh példából is, ez egy nagyon fontos eleme a dekriminalizációnak, ez kéz a kézben jár mindig. És igen, erről is lehetett volna egy diám. Csehországban volt egy nagyon látványos eredmény a rendészeti fellépéseknek a növekedésében. Ez azt hiszem 2010 és 2018 között talán, hogy ilyen 8-szorosára nőtt a kereskedők általi sikeres akcióknak a száma, és ez elég jól mutatja, hogy sikerült átcsoportosítani a rendészeti forrásokat, és főleg ez ugye a metamfetamin kereskedőkről szól, úgyhogy a fontosságát ezt nem annyira tudjuk lebecsülni. És ami nagyon fontos lenne, ez is egyébként igazából független attól, hogy most hogy dekriminalizációról, vagy bármilyen drogpolitikáról beszélünk, hogy legyen egy rendszeres értékelés ennek, hogy mi is történik. A svéd kutatók azt emelték ki, hogy még a dekriminalizációkat gyakran vizsgálgatják, a tilalmakat valahogy nem annyira jellemző, de azért az országoknak mindig szokott egy saját értékelése lenni a saját drogpolitikájukra. Nálunk ez a 2020-ban kifutott stratégiánál sem történt meg, azóta meg már nincs is nagyon mit értékelni, mert hogy nincs mihez viszonyítani. De hogy ezek alapvető elemei lennének ahhoz szerintem, hogy egyáltalán dekriminalizációról tudjunk beszélni Magyarországon.